Egymást kurkásszák és szeretnek együtt lógni a nyíregyházi állatpark friss szerelmesei. Az apró selyemmajmok sorsa kalandosan keresztezte egymást új sóstói otthonukban. Kátyát márciusban egy Kijev mellől menekülő család hagyta hátra a Záhonynál. Azt szerették volna, hogy kedvencüket a nyíregyházi állatpark fogadja be. A kis nősténynek már a szükséges karantén időszak alatt párt kerestek a gondozók. Több hétig szerveztük nem csak a szállítást, de a megfelelő fiatalembernek a megtalálását is. Végül egy vele hasonló korú overloni holland fiatalember találtunk, aki először karanténba került, érkezte utána pedig elkezdtük összeszokatni az állatokat. Nagy falat volt ez, hiszen alapvetően Kátya az idáig csak az ember tekintett a társának, nem tudta, hogy milyen egy valódi fajtás, úgyhogy izgatottan vártuk mi is, hogy mi sikerül a Fridgyből. Különleges taktikát alkalmaz. Mind a két állat karanténban volt, és ezt a mögöttem lévő belső, illetve külső kifutót egyszerre kezdték el megszokni az állatok, tehát egyik sem tekintette saját teritoriumának ezt a területet. A küldetés sikerrel teljesült, tündérmesébe illő szerelem szövődött. A fiatalok azóta minden nap egy tálból csemegéznek. A két állat szinte azonnal elkezdett egymás iránt érdeklődni, hogyha megy ki például a hím állatunk egy kicsit sütkérezni a külső kifutóba, a nőstény is követi, de a legszembetűnőbb tulajdonság az, hogy állandóan nőstény kurkásza a fiút, tehát folyamatosan ő kedveskedik neki, ez egy nagyon komoly szociális kötelék a két állat között. A gondozók abban bíznak, hogy a szerelemnek hamarosan gyümölcse is lesz. A közönséges selyemajom vemhessége egyébként közel 5 hónapig tart, ami után általában ikrek születnek. Mivel a kölykök nagyméretűek a nőstény súlyához képest, ezért a hímek is segítenek az utódok hordozásában, gondozásában.